Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az angyalok üzenete, ami a szerelmi életedet illeti. És mi az üzenet? Most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A fő téma itt látható. Uziel angyal. Ez az angyal ad számodra életerőt, hogy megvalósítsd a dolgokat. Ez az erő jelenti a belső erődet és a belső hitedet is. Ő azt tanácsolja neked, hogy maradj azon az úton, ahol most éppen jársz. Ne legyenek nagy változások. Itt érzelmekről is szó van, hiszen látható a víz eleme, és itt a halak jelenthetik a jólétet, a nyereményt, de a mély érzelmeket is. Jeszáéle itt látható és jelenti a belső forrást, az intuíciódat. Ez kihat a párkapcsolatra, hiszen úgy fogsz cselekedni, ahogy ezt a belső hang súgja számodra. Ez a forrás, ez lehet az inspiráció is, és akkor kihat a hivatásodra, egy művészi területre, vagy egy spirituális területre. Az a fontos, hogy figyelj oda a belső hangodra. Melachel itt látható, és óv téged, óv benneteket egy utazásnál is, de óv benneteket az élet utatokon. Itt rólatok van szó, rólad és róla. Tehát erről a párkapcsolatról van szó, és ő vezet benneteket, megóv titeket ezen az úton. Ez az angyal azt is jelentheti, hogy most nagyon jó az időpont arra, hogy legyen egy új kezdet, legyen közeledés. Lauviach itt látható, és jelenti az élet örömet, ami lelkesít téged. Valami gyönyörű dolog fog történni a közeljövőben, vagy te hozol döntéseket, abba az irányba tekintesz, ami jót tesz neked, ami téged lelkesít, de mielőtt cselekszel, még állj meg egy pillanatra, és gondold át az eseményeket. Ez az üzenet Lauviach angyaltól. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!